A rákosi vipera napjainkban kizárólag Magyarországon és Erdélyben előforduló rendkívül ritka mérges kígyó. A Kárpát-medence faunájának elismerten legveszélyeztetettebb állata. A 2004 óta működő Rákosi Vipera Védelmi Központ kulcsfontosságú szerepet játszik a kipusztulás szélére került faj megmentésében. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vagyunk, azon belül a Felső Kiskunságban, Kumpeszér település közelében. Kumpeszér térségében maradtak fent azok a fajgazdag és természetvédelmi szempontból rendkívül értékes gyepek, ahol többek között a Rákosi Vipera is túlélte az embernek a táját alakító munkáját. A Rákosi Vipera az egy mérges kígyó, méreggel rendelkezik, méregfogai vannak, és az emberre ugyan veszélytelen a mérge, mégis a harapása az kellemetlen, ezért a munka során olyan kesztyűket használunk a kígyókhoz, amin keresztül ők nem tudnak átmarni, hogy most megnézzünk egy Rákosi Viperát. Lehetett is látni, hogy beleharapott a kesztyűbe egy picit. Rákosi viperák rendkívül kisméretű kígyóknak számítanak, általában fél méternél rövidebbek, ő is legfeljebb 45-50 cm hosszú lehet, és a természetben se nőnek sokkal nagyobbra. Látható, hogy a viperának a mintázata az egy ilyen sárgás-barnás alapon sötét cikcak mintázat, oldalt még kisebb foltok is vannak rajta. Ez a mintázat amellett, hogy a ragadozóknak jelzi, hogy ő egy mérges kígyó és óvatosan kell vele bánni, arra is nagyon alkalmas, hogy a fűben elrejtse őt, mert annak ellenére, hogy rendelkezik méreggel, sok ragadozó fogyasztja és zsákmányolja a viperákat. Hogyha túrázunk a természetbe, általában nagyon kevés kígyóval találkozunk, és a legkisebb esélyünk valószínűleg a rákosi viperával való találkozásra van. Mi magunk is alig találjuk meg, és az, hogy ilyen kígyóval találkozon az ember, nagyon-nagyon picike az esély. De hogyha esetleg találkozunk kígyóval, mindegy, hogy az vipera vagy bármilyen más kígyó, hogyha nem bántjuk és nem nyúlunk hozzá, akkor nem lehet abból semmilyen baleset, hogy megmarja az embert, vagy el fog bújni az állat, vagy megvárja, míg mi arrébb megyünk, de alapvetően úgy lehet elkerülni a veszélyes találkozásokat, hogyha mi magunk nem nyúlunk ezekhez az állatokhoz. Mivel ez a kígyó főleg rovarokkal táplálkozik, ezért rendkívül gyenge méreggel rendelkezik, az emberre veszélytelen, ezért nincs is rá ellenszérum, anélkül, hogy orvosi beavatkozás történne, az emberek túlélik a marást. Viszont ilyen marásra nagyon kevés példa van, szinte kizárólag olyan embereket mar meg ez a kígyó, akik vele foglalkoznak, tehát valamilyen ok miatt kézbe kell venniük, hogy lemérjék, mintát vegyenek belőle, vagy a szaporítás, kibocsátás során kell valami oknál fogva kézbe venni, de az, hogy egy kirándulót megmarjon ilyen kígyó, arra szinte nulla az esély, és a múltban sem volt példa. Hát az állatok ilyen kennelekben vannak elhelyezve, ennek hát van egy nyilván egy szisztéma, ott születnek az első kennelbe, és tulajdonképpen évjáratok szerint vannak így beosztva, hátul vannak a legidősebbek, illetve igazán a kiürült helyeken vannak a szaporodó közösségek, azért mondom, hogy párok, mert az lenne a helyes, hogy több hím egy nősténnyel. Sajnos jelen pillanatban nincs elég hímünk, komoly választás az, hogy genetikailag ne legyen probléma, más állományból legyen. Amikor már biztos, hogy vemhesek és már elegetettek, akkor átkerülnek egy szülőszobára, ami tulajdonképpen egy kisebb, fele akkora kennel, mint amiben most vannak. Ennek összesen annyi a gyakorlati oka, hogy amikor megszületnek a kicsik, akkor megtaláljuk őket. Nagyon picikék, tehát egy 2,5 grammos kicsikék, és így is a szülés után nagyon sokszor át kell nézni a nagyon lenyírt fűvű teráriumokat is, mert annyira el tudnak bújni ezek a pici lények, hogy tényleg nehéz megtalálni őket, és akkor minden évben született állomány jelentős része bekerül a házba, ahol teráriumokban vannak. A teráriumokban egyenként vannak elhelyezve, ennek az a lényege, hogy egy tél alatt, amikor intenzíven vannak etetve, melegen tartva, gyakorlatilag a nappaljaik meg vannak rendesen nyújtva, tehát mintha nyáron élnének, egy tél alatt lehet majdnem 2 évesre felnevelni egy állatot. Vannak kintelelőek is, a kintelelőek alig nagyobbak, mint amikor megszülettek, a bentelelőek viszont már lényegesen nagyobbak, és ennek az a
a lényege, hogy minél hamarabb elérjük azt, hogy biztonságos méretű legyen. El lehet képzelni egy 2,5 grammos állat, látjuk, hogy ilyen háló van a keneleken, ez azért van, hogy valami, és a valami alatt akár a verebet is értjük, ne menjen be, mert képes kicsibrálni. Tehát olyan pici az állat, hogy már látunk olyat, hogy egy pók megette. Tehát elkapta és megette. Tehát jelen pillanatban itt az alapvető cél, hogy elérjünk egy akkora állományt, ami magától tud kint szaporodni. És ehhez ugye azt kell, hogy minél több kicsit neveljünk. Szeretném, ha az unokám látná még ezt a fajt, és ezért én úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, hogy nem is egyszerűen, hogy tulajdonképpen hazafias kötelességünk, mert hozzánk tartoznak, és azt hiszem, hogy mindenki, aki ebbe a programba dolgozik, így van vele, mert egyébként nem lehetne csinálni. Tehát ez nem egy olyan munka, ami vége a munkaidőnek, hazamegyek. Nem, itt ha valami van, akkor menni kell, itt akkor kell menni, amikor olyan az időjárás. Igen, ehhez tulajdonképpen szív kell, és erre kell születni.